És az Éruvin traktátus 35-ös lapját fogjuk megpróbálni bevenni. Ahhoz viszont, hogy ezt meg tudjuk tenni, egy kicsit ismételnünk kell a tegnap estéből. És ugye tulajdonképpen most már jó ideje az Éruvról beszélünk, ez azt hiszem, hogy senkit nem lep meg. És az Éruvnak, ugye az Éruv Tchumin típusáról, amikor a szombat határt akarom kitolni, azzal, hogy a székhelyemet kiebb helyezem a valódi tartózkodási helyemnél. Ugye én itt lakom, Óbudán, de szeretném a budapesti városhatárt elhagyni több mint 2000 lépéssel, akkor a városhatártól mondjuk 1500 lépéssel elhelyezek egy ételcsomagot, és azt mondom, hogy mostantól a székhelyem ott van, és így a székhelyemtől számolódik kifelé a 2000 lépés, és nem pedig a lakhelyemtől, vagy pontosabban a lakhelyem határától. A kérdés az az, hogy ugye arról beszéltünk most már hosszú napok óta, hogy húvei, luvai, makamechod. Nagyon fontos, hogy a székhelyem, ahová kihelyezem a székhelyemet, ha csak virtuálisan is, és a lehelyezett éruv ételcsomag, a két étkezésre elegendő ételcsomag, az egy helyen legyen, elérhető legyen egyik a másiktól. Egy helyen legyen, legyen mind a kettő magánterületen, mind a kettő közterületen, és el is legyen érhető egyik a másik helytől. És ugye erről volt az utolsó misnában, hogy mi történik akkor, hogyha behelyeztem egy szekrénybe, vagy egy dobozba, egy ládába a éruvomat valahol a városhatáron kívül, de még kulcsa is zártam a ládát, viszont a kulcsot elvesztettem. Akkor erre azt mondjuk, hogy a két vélemény van, a Tanakáma, a misna első véleménye azt mondja, hogy ez egy éruv, akkor is, hogyha nincs meg a kulcs, az éruv az érvényes, és nem érdekel bennünket, hogy nincs meg a kulcs. Ezzel azt mondja, hogy ha nem vagyok benne biztos, hogy a helyén van a kulcs, akkor az éruv nem éruv. Mondjuk, hogyha elvesztettem a kulcsot, akkor az éruv nem számít. És azt próbáltuk meg megérteni, hogy tulajdonképpen a Tanakama, a misna első véleménye, első mestere miért van azon a véleménye, hogy ez az éruv érvényes. Ha egyszer én és az én ételcsomagom nem vagyunk egy helyen, hiszen nincsen hozzáférésem az ételcsomaghoz, hiszen ez benne van egy ládában. Erre tegnap este azzal fejeztük be, hogy megpróbáltuk elmagyarázni, hogy itt egy nagyon különleges, egyedi esetről van szó, amikor ez a láda, ez téglákból van összerakva, és a téglák nincsenek egymáshoz ragasztva habarccsal, hanem csak egymásra vannak téve, és azt tanultuk, hogy van egy vélemény, amely szerint egy ilyen falat, ami nincsen még igazából megragasztva, azt ünnepnapon le lehet rombolni, vagy lyukat lehet rajta csinálni, lyukat lehet rajta ütni. És itt is erről van szó, tehát Jom Tovról szól a mi éruv esetünk. Arról van szó, hogy amikor a Tanakama, a misna első véleménye azt mondta, hogy annak ellenére, hogy elveszítettem a kulcsot, az éruv, ezt milyen esetre értette? Csak egy olyan esetre, amikor a ételcsomagot egy olyan ládába tettem, ami téglákból van összerakva, a téglák nincsenek egymáshoz ragasztva, habarccsal, és én pedig mindezt Jom Tovra, tehát ünnepre készítettem, és nem szombatra. És ebben az esetben van egy olyan vélemény, hogy lyukat lehet ütni egy ilyen ládának a falán, és ezért az éruv az éruv. Az éruv az érvényes. Ezzel fejeztük be a tegnap esti tanulmányainkat. Igen ám, csak akkor ez az egész azt jelenti, hogy a kontextus, amiről beszélünk, az az, hogy Jom Tovról szól ez a misna. Tehát ugye tudjuk azt, hogy ez az Éruv Tchumin, a szombathatár kitolásának a éruvja, az nem csak szombatra, hanem ünnepre is vonatkozik. És ez a mi misnánk, amiről most mi beszélünk, ez a Jom Tovról szól, és nem pedig a Sáveszről. Csak hogy van ez egy apró kis petit malheur,
van egy kis problém. Egy kis probléma. Méghozzá az, hogy a mistának a folytatása az látszólag nem lesz koherens ezzel. Miért? Mert a mistának a folytatása arról szól, hogyha elvesztettem a kulcsot, akkor ha, vagy pontosabban, hogyha megtaláltam a kulcsot, de a kulcs az akkor attól függ, hogy hol van, hol találtam meg. Ha a városban találtam meg, akkor azt mondjuk, hogy ez a éruv még érvényes. Miért? Mert a városon belül elképzelhető, hogy bár annak ellenére, hogy szombat van, elképzelhető, hogy el tudom vinni, vagy el lehet hozni hozzám a kulcsot a tetőkön és a hátsó udvarakon keresztül, anélkül, hogy közterületen vinnénk. Ha viszont a kulcsot a városhatáron kívül a mezőn találták meg, onnan nem tudom behozni szombaton a kulcsot, és ezért az éruv nem érvényes. Most ugye ez csak akkor logikus, ez a különbségtétel a mezőn megtalált kulcs és a városban megtalált kulcs között, hogyha szombatról beszélünk. Ha viszont ünnepről beszélünk, és ez volt a legutolsó állításunk még a tegnap esti tanulmányaink során, akkor nincs különbség város, magánterület és közterület, város és mező között, mert ugyanannyira lehet hozni-vinni ünnepen, tehát akkor valahogy nem áll össze a kép. Innen fogjuk ma este folytatni. A 34-es lap legalján tartunk. Íbe jamta máli ír máli szade. Azt kérdezi a Talmud, hogyha tényleg a mi mistánk jomtovról szól, tehát az ünnepnapról szól, akkor mit érdekel engem, hogy a kulcsot azt a városban, vagy a mezőn találták meg? Azt mondja, a Talmud, chesurim mechszadeve hachiktani. Szóval a Talmud valójában, és ez ugye nem először fordul elő a tanulmányainkban, van egy misna, vagy egy brájta, amit egyféle módon idéztünk, és kérdéseink vannak, valamilyen koherencia zavar van a misnában, és arra azt mondjuk, hogy jó, ez a misna nincs jól feljegyezve, ezt a misnát kicsit másképp kellett volna feljegyezni. Hogyan kellett volna feljegyezni, hogy lenne helyesen a szövegezés ennek a misnát? A hakik tanni, a következő képpen kellene, hogy tanuljuk ezt a misnát. Nosznoj be migdal ve noel be fanov, avadam avtejach reiz éruf. Ha beraktam egy dobozba, egy ládába az éruf csomagot, és kulcsra zártam a ládát, de elveszett a kulcs. Ha reiz éruf, ettől még az éruf érvényes. Ba medvarim amurim, be jamtov, mikorra vonatkozik ez? Az ünnepnapra. Ával be sábesz, én olyan éruf. De szombaton ez az éruv már nem érvényes. Ugye miért? Emlékezzünk vissza, miről volt szó tegnap. Mert ünnepen széttörhetem, vagy lyukat törhetek a láda falán, szombaton nem törhetek lyukat a láda falán. És mivel nincs meg a kulcsom a ládához, nem férek hozzá az éruvhoz, és ezért az éruvom nem jó. Nimcam av tejach, bénbe ír, bénbe szade, én éruv, vagy éruv. Ha megtaláltam a kulcsot szombaton, ez most ugye folytatja a szombattal kapcsolatos állításokat. Ha megtaláltam a kulcsot szombaton, akkor mindegy, hogy a városban találtam meg, vagy a mezőn találtam meg, nincsen éruv, az éruv nem érvényes. Miért? Mert ez most azt az álláspontot követi, hogy az udvarakon, meg a nem tudom hol, a háztetőkön keresztül nem tudom odavinni a kulcsot magamhoz, tehát mindenképp közterületen kéne keresztül vinnem a kulcsot, tehát ezért az éruv nem jó. Rabbi Lezer, mert be ír éruv, vagy éruv, szade én éruv, és ezt teszi hozzá Rabbi Lezer, aki azt mondja, hogy az udvarokon és háztetőkön keresztül el tud jutni hozzám a kulcs, anélkül, hogy közterületre kéne lépjek vele, akkor ez éruvom mégiscsak érvényes, de hogyha a mezőn találtam meg az éruvat, akkor az éruvom nem érvényes. De ír, éruv, vagy éruv, keremű Simon, de amár, echot gága és vechat kacér, és vechat kár péfa és rúkosus áhászém lekélim, és abszor beszélik. Ugye miért mondta azt Rebbi Lezer, hogyha a városban találtam meg a kulcsot, akkor az éruv az érvényes, mert ő Rebbi Simon véleményét követi, aki azt mondja,
hogy azok az eszközök, amelyek mondjuk a háztetőn vannak, átvihetők a háztetőről a közvetlen mellette lévő udvarra, az udvarról átvihető a közvetlen a mellette lévő fatelepre, és így tovább, azokra a magánterületekre, a közhasznú, vagy nem lakhatású célú magánterületek között lehet vinni éruv nélkül. Éruv hacérőz, tehát udvarok közötti éruv nélkül. De ez csak Rabbi Simon véleménye, és ezért, mert Rabbi Lezer elfogadja Rabbi Simon véleményét, és szerinte lehet vinni a háztetőről az udvarról a fatelepről a háztetőről az udvarra, és így tovább. Így eljuthat hozzám végül is a kulcs, úgy is, hogy a városon belül találtam meg. De, hogyha a városon kívül a mezőn találtam meg, akkor ez az egész nem működik. Miért nem működik? Én érúg, vagy érúg, kerabbanon. Mert ugyanakkor Rabbi Lezer azt a véleményt követi, hogy ugye van lenne egy külön megoldás, még egy megoldás, hogy a közterületen hogyan lehetne vinni, úgy, hogy anélkül, hogy négy lépést vigyek, odadom a fele barátomnak az adott dolgot, a fele barátom továbbadja a következőnek, mint az építkezésekkel, amikor a téglát adják egymásnak, de a bölcsek ezt elutasítják, és azt mondják, ha hamimra, banon elutasítják, és azt mondják, ezt nem lehet használni. De akkor még egyszer tisztázzuk, hogy miről van szó, mert azt hiszem, hogy elég sok szabályt egybe mostunk, és esetleg egy kicsit megzavarodtunk. Tehát a következőről van szó. Eszerint a szövegezése szerint a Misnának, vagy a Brájtának, hogyha szombaton megtaláltam a kulcsot, szombaton elveszett a kulcs, és megtaláltam a kulcsot, akkor a Misna első véleménye szerint, a Káma szerint az éruv továbbra sem éruv, nem érvényes, mert nincs nálam a kulcs, nem tudom kinyitni a ládát, és azért én és az éruvom nem egy helyen vagyunk. És ez egy probléma. Rabbi Lezer azt mondja, hogy ha a városban találtam meg a kulcsot, akkor az jó. Ha a mezőn találtam meg a kulcsot, nem jó. Miért jó, hogyha a városban találtam meg? Ugye a városban is közterületen keresztül kéne elhozni. Közterületen keresztül kellene elhozni hozzám a kulcsot. Akkor mit segít az, hogy mi a különbség a város a mező között? Az a különbség, hogy Rabbi Lezer azt az álláspontot követi, amely szerint a nem lakhatású célú magánterületek, amelyek egymás mellett vannak közvetlenül, nem igénylik azt, hogy valamilyen módon egybekössék őket, és lehet az egyikről a másikra vinni. És egy városban általában olyan közel vannak egymáshoz ezek a területek, hogy hiába egy része a városnak közterület, de mégiscsak így, ezt úgy mondanák, hogy a kertek alatt, tehát a háztetőn keresztül, az udvaron keresztül, a fatelepen keresztül, mégis el lehet juttatni hozzám a kulcsot a városban. Ha viszont a mezőn találtam meg, akkor nincsen semmilyen segítség, semmilyen feloldás, amin keresztül ez a kulcs eljuthatna hozzám. Itt továbbra is el van zárva előlem a ládában az éruv, és ezért a dolog nem jó. Kérdezi a Talmud, miért ne lehetne a mezőn is egy megoldást találni? Ugye van az a megoldás, hogy ne vigyek négy lépést a közszerten, hogy egymás mellé állunk, én odadom neked, én arrébb megyek, te odadod nekem, te arrébb mész, én odadom neked, és így végig adogatjuk egymásnak, anélkül, hogy bármelyikünk is négy lépést lépne. Azért nem, mondja Rabbi Lezer, mert ő nem fogadja el ezt az engedményt, ő ebben a kérdésben a bölcsek véleményét követi, akik ezt az engedményt nem fogadták el. Oké. Most mindez, amiről beszéltünk eddig, ez úgy értelmezte ezt a misnát, ahol beraktam a ládába az éruv csomagot, és aztán elveszett a kulcs, és a Tana Káma ennek ellenére azt mondta, hogy lehet az éruvat érvényesnek tekinteni, és nem tekintjük úgy, hogy én és az éruvom nem vagyunk egy helyen. Hogyan értelmeztük eddig ezt a misnát, hogy Jom Tovról van szó, és hogy azért van ez, mert egy olyan téglákból épített ládáról beszélünk, aminek feltörhetem az oldalát Jom Tovkor. Most a következőkben további értelmezések fognak következni erre a misnára, amelyek eltérnek ettől az előzőtől. Rába berábja iszév, de amrit rá váljó, hachob en migdassal éjtsz kinan, de már szavár, klihú, ve énk binyan, ve kélim, ve én sztire, ve kélim.
Umar szávára jelú. Azt mondja, Rába és Rav Jöjszef azt fogják mondani, hogy ez az eset, amikor a ládába beraktam az éruv ételcsomagot, és az éruv mégis, és elveszett a kulcs, amivel bezártam a ládát, és az éruv mégis éruv, ez milyen ládáról szól? Nem téglákból épített ládáról, hanem egy faládáról. Na jó, de hát a faládába most beraktam az éruvot, bezártam kulcsa, elveszett a kulcs, akkor nem vagyunk egy helyen. Nem hozzáférhető az éruv. Azt mondja, a Talmud, igen ám, csak hogy itt egy faládáról van szó, és ez a faláda, ez egyesek szerint nem egy építmény, hanem egy eszköz, és egy eszköz az egy eszköz esetén én binyem bekeilim, vagy én bisztira bekeilim. Egy eszközt nem tekintünk építhetőnek, és nem tekintünk lerombolhatónak. Ugye a szombati munkatilalom az az építés és a rombolás, az építés lerombolása. Ez ugye a két ide tartozó tilalom. De egy eszköz, ami nem egy építmény, azt nem lehet építeni, azt nem tekintjük építésnek, és úgy nem tekintjük rombolásnak. És ezért az a vélemény, aki azt fogja mondani, hogy a fa doboz, a fa láda az igazából egy eszköz, nem egy építmény, ő azon az állásponton lesz, hogy hiába veszett el a kulcs, elvileg feltörhetném, szétrancsírozhatnám, lyukat vájhatnék a faláda oldalába, és kivehetném az ételcsomagot, az éruvot. A másik vélemény azt fogja mondani, hogy a faláda az mégiscsak egy építmény, olyan, mint egy sátor, és egy építménynél van rombolás, a rombolásnak tekintjük a rombolást, és ez a szombati tilalom. És ezen múlik a két vélemény. A tánakáma, aki azt mondja, hogy hiába veszett el a kulcs, mégiscsak érvényes az éruv, ő azt a véleményt követi, ez szerint az értelmezés alapján, hogy a faláda az egy eszköz, és nem egy építmény. És mivel ez egy eszköz, és nem egy építmény, ezért szét lehetne törni, vagy lehetne rombolni, mert ez eszköznél nincsen a törésnek, a rombolásnak tilalma. Arra, hogy Lezer, aki azt mondja, hogy ez nem egy éruv, nem érvényes éruv, ő azon az állásponton van, hogy a fadoboz, a faláda az egy építmény, olyan, mint egy sátor, és egy sátorban van rombolás, ugyanígy a faládában is van rombolás, vagy rombolásnak tekintjük a széttöröm. És ezért nem tudnék hozzáférni szombaton, és így nem teljesül az a kívánalom, hogy húvei ruvaibe makam echad, hogy az ember és a éruvja egy helyen kell, hogy legyenek. Oké. Akkor itt tulajdonképpen az a központi kérdés most ilyen pillanatban, hogy egy fából készült eszköz, az egy eszköz, vagy egy építmény. És ezt a vitát, ezt viszont látjuk egy másik területen. Mi lesz ez a másik terület? Hát mi más lenne, mint a tisztaság és a tisztátalanság törvényei? A tisztaság és a tisztátalanság törvényei kapcsán is tudjuk, mert már elég sokszor, az elmúlt 251 alkalommal elég sokszor esett róla szó, egy olyan dolog tud tisztátalanná lenni, ami eszköz. Ami építmény, az nem tud tisztátalanná lenni. Mindjárt látni fogjuk. És a következő Tanák vitájában látjuk viszont ezt a kérdést. De tán, hík is algám és sídatévú migdal, tmein, lebben nekem jövőre, mert simon metárin. Ha van egy folyásos beteg, aki ha valamithez hozzáérne, vagy valamit elmozgatna, akkor azzal tisztátalanná teszi azt a valamit. Most tegyük föl, hogy ő ráütött egy asztalra, vagy egy ládára, vagy egy szekrényre, de ráütött a öklével, de úgy, hogy az öklén van egy kesztyű. Tehát ő nem ért hozzá, nem érintette meg a puszta kezével, de mégiscsak az ütésétől egy kicsit arrébb ment a szekrény vagy a láda. Akkor mit mond? A Tanakáma azt mondja, hogy tmén, ezek tisztátalanná válnak, mert az ő mozgatása által elmozdultak. De a Nehemia azt mondja, hogy nem válnak tisztátalanná. My love, halka mifligin, más szavak lihu, más szavara jönu. Azt feltételezzük, hogy itt is ez a vita kérdése, hogy az asztal, a láda, a szekrény, ezek eszközök vagy építmények? Az a véleménye, melyik azt mondja, hogy eszközök, Tanakáma, ő azt fogja mondani, hogy mivel
mozgatta az ütésével, elmozdította ezeket, és ezek eszközök, az eszköz tisztátalanná tud válni, tehát tisztátalannak lesznek. Az a véleménye, amelyik azt mondja, hogy ezek tiszták maradnak, az azért mondja ezt, feltételezzük most legalábbis, mert abból indulunk ki, vagy abból indul ki, hogy ezek nem számítanak eszköznek, hanem építmények. Ugyanúgy, mint ahogy az előbbi vitánkban is, az érú esetén, amit beraktam a dobozba, és nem férek hozzá, akkor az eszköz vagy építmény az a doboz, vagy az a láda. Ugyanígy itt is, azért fogják azt mondani, hogy hiába mozdította el az ütésével a zav, a folyásos beteg, a ládát, mivel a láda az nem eszköz, hanem építmény, nem tud tisztátalanná válni. Amár a bájjelve tízbara, hatánya, oly helve niszat, tame, ve énői niszat, klíve énői niszat, tahaj. Azt mondja, a báje nem stimmel ez. Mert ebből az jön neki, hogy tehát azt mondod, hogy a vita az azon van, hogy az a láda az eszköz vagy építmény, és abból indulsz ki, hogy egy építmény nem tud tisztátalanná válni a mozgatás által. De én bebizonyítom neked, hogy nem így van. Egy építmény is tisztátalanná tud válni a mozgatás által. Tanultuk egy brájtában, hogy egy sátor, ami nincsen eléggé jól lerögzítve a földhöz, ha az arrébb van mozdítva egy tisztátalan ember által, akkor maga is tisztátalanná válik. Ezzel szemben egy eszköz, ami annyira jól van lerögzítve, hogy nem mozdul el a tisztátalan ember mozgatása által, akkor az tiszta marad. De taniszeifa, vimhajuni szaitint meim, zeáklal, Nisztet már masz kejhely tamé, már masz rade taj. És azt tanuljuk a brájtában, hogy bármi, amit elmozgatok, mert nincs elég jól a földön, az tisztátalanná tud válni. Ez önmagában bizonyítja, hogy ez egy eszköz, és nem egy építmény. És az az alaptézisünk, hogy minden, amit a közvetlen erőkifejtésével a tisztátalan ember elmozgat, az tisztátalanná válik maga is. Ha viszont nem közvetlen az ő erőkifejtésével mozdult el, hanem a közvetett erőkifejtésével, mondjuk dobbant egyet a lábával, és ennek az utóhatása, vagy a rezgése elmozdítja az asztalt, akkor ez nem egy közvetlen elmozdítás, és ezért az asztal nem válik tisztátalanná. Tehát csak az a kérdés, hogy közvetlenül mozgatta el az belőjövő erőkifejtéssel, vagy közvetetten a rezgésével, az erejének, vagy az ütésének a rezgésével. Ezért azt mondja a báje, hogy ez a vita, ez biztos nem erről szól. Nem arról szól, hogy a láda az eszköz vagy építmény, mert látjuk, hogy biztos, hogy nem erről szól, hogy a láda az eszköz vagy építmény, mert látjuk, hogy a tisztaság, tisztátalanság kérdése az nem ezen múlik. Egy építmény is tisztátalanná tud válni, akkor, hogyha ha elmozdul. El amar a báje de kulám, a hészet máhmeszkai hagytam, máhmeszre ada tahe. A báje ezért azt mondja, az alapelv az, hogyha közvetlenül a tisztátalan ember erőkifejtése által mozdult el az adott dolog, akkor az adott dolog tisztátalanná válik. Hogyha közvetetten, nem az erőkifejtése révén, hanem a rezgés által, akkor a dolog tiszta marad. Az nem számít mozgatásnak. És ezért itt, ebben az esetben, amikor a folyásos beteg ráver az asztalra, vagy ráver a ládára, ráver a ládára, de úgy, hogy a kezével nem érinti meg tulajdonképpen a ládát, mert egy kesztyű van a kezén, viszont az ütésének a rezgése az közvetlen, tehát ez akkor valahol a közvetlen mozgatás és a közvetett mozgatás között van, akkor ez minek számít? Erről szól a vita. Van egy vélemény, ami azt mondja, hogy ez közvetlen mozgatásnak számít, és ezért válik a láda tisztátalanná, és egy vélemény, ami azt mondja, hogy ez nem számít közvetlen mozgatásnak, hanem ez raadának számít, tehát rezgésnek számít, és ezért tiszta marad.
Ezt nézzem, mert májuk minden la... Na jó, akkor ezt értjük. Akkor térjünk vissza a mi mistánkhoz. A mi mistánkban akkor mi a vita? Vagy miért van vita? Miért mondja azt a Tana Kama, hogyha beraktam egy ládába az ételt, az éruvételt, az ételcsomagot, akkor az... és kulcssal lezártam a ládát, és elvesztettem a kulcsot, ettől még az éruvém érvényes. Remélem, ezzel azt mondja, hogy nem érvényes. Mi akkor a vita közöttük? Eddig azt hittük, hogy az a vita, hogy a láda az eszköz, vagy építmény, szabad-e rombolni, nem szabad rombolni, oké, de most ezt elvetettük, akkor mi a vita? A bájben raved, amit a bájben minden katirben misznászkénen a bojszakénen a mifszakén, tának a szavakra lavakra mjössi, de amárka lakél inni tanulni, mert sávizkoz mászfrani gadovi, azt sem meg rész. Remélem, ezzel szavakra, nekem, de amár a fő táz, a fő táz. Ismét jó estét kívánok! Elnézést kérek, csak valami kis gubanc volt itt a vétellel, de remélem, hogy most már jó lesz. Valaki nagyon sokszor próbált elérni a adás közben, és ezt sikerült elérnie, hogy az adás megszűnjön. Már is köszöntöm ismét azokat, akik visszatérnek hozzánk. Szervusz Csaba, szia Gábor! Most derül ki, hogy kik azok, akik végignéztek. Szia Gyuri, szervusz Tamás! Igen, nem az éru veszett el, hanem az adás. Ez még rímelt is. Szia Éva, Péter, mindenkit sok szeretett, Judit, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Gyuri, Rétházi Gyuri, hogy vagy? Csoda, öröm, hogy velünk tartasz egy kis tanulásra. Kata, Isten hozott. Jó, tehát akkor visszatérve, Judit, mindenkit ismét köszöntök. Tehát akkor visszatérve, akkor ha nem az a különbség, Rabbi Simon és Rabbi Lezer között, nem Rabbi Simon, Tana Kama és Rabbi Lezer között a dobozba rakott, vagy a ládába rakott éruv, elvesztettem a kulcsot esetében, melyben a Tana Kama azt mondja, hogy az éruv továbbra is érvényes. Rabbi Lezer azt mondja, hogy az éruv nem érvényes. Ha nem az a különbség a véleményük között, hogy ez a láda, ez eszköz vagy építmény, akkor mi a különbség? Most egy egészen új javaslat fog következni. Talmud azt fogja mondani, hogy a Bája és Rava úgy értelmezték ezt a vitát a dobozba, a ládába rakott éruvról, amikor elveszítem a kulcsot, hogy itt egy olyan ládáról van szó, amit egy kötéllel bekötöttek. És rajta van egy lakat. Elveszett a kulcs. Mit tudnék csinálni, le tudnám vágni a kötelet. És a kérdés az, hogy le lehet-e vágni egy kötelet. Ez alapvetően egy mukce kérdés. Ugye, mert alapból ugye mi a halacha különben? A halacha az az, hogy foghatok egy kést, és levághatom a kötelet, és akkor hozzáférek az ételhez. Ezt mondja Tana Kama, és azért mondja azt, hogy ez az éruv, érvényes. Hiába nincs meg a kulcs, mert egy késsel oda tudok menni, és le tudom vágni a kötelet, ezért nincsen gond. Igen ám, de ott van Rabbi Nehemja, és ha visszaemlékeztek, hogy mit tanultunk a Sabbat traktátusban, azt tanultuk, hogy Rabbi Nehemja volt a legszigorúbb a mukce törvények kapcsán, és ő azt mondta, hogy olyan szigorúak vagyunk, hogy egy eszközt szombaton csak a rendeltetésnek megfelelően használhatunk. Tehát akár egy táliszt, csak arra használhatunk, hogy magunkra vegyük. Vagy egy kanalat, csak arra használtunk, hogy együnk vele. Egy kanalat nem használtok arra, hogy megvakarjam a hátamat, hanem Nehemje szerint. A halakha nem ezt mondja, a halakha azt mondja, hogy minden eszközt lehet nem szombatszegő céllal használni, majdnem minden eszközt. Olyan eszközt is, aminek nem ilyen a rendeltetése. Tehát egy kést használtok arra, annak, hogy a késnek az a cél, hogy kenyeret vágjak vele, használtok arra, hogy elvágjak vele egy kötelet. Rabbi Nehemja azt mondja, a kést is csak a saját rendeltetésére használhatom, és ezért nem használhatom másra, mint az étel vágására, és így ezt a kötelet nem tudom mivel elvágni, és ezért nem férek hozzá az éruvomhoz, és ezért nem érvényes az éruv, Rabbi Lezer szerint. De Tana Kama szerint érvényes az éruv, mert én használhatom a kést arra, hogy elvágjam ezt a kötelet, és így ez a különbség a kettőjük között.
Oké, ezt akkor ezt a kérdést le is zártuk, és továbbra is a következő mistához érkezünk, és továbbra is a következő mista is olyan esetekről fog beszélni, amikor húvei ruvajbe makü mechod, az, hogy én és az éruvom egy helyen legyünk, az azért nem tud létrejönni, mert valami történt az éruvommal. Valami történt az éruv ételcsomagommal. Ráesett a kő, elégett, mit tudom, valami történt vele, és ezért nem tudok hozzáférni. És akkor ilyenkor az a kérdés, hogy az éruv érvényese, vagy sem. Nézzük akkor a mismát. Mishna azt mondja, nézd, gál gel chutz lethum, nafal alav gál, oj nisráf, truma ve nitmész. Mi történt akkor? Kiraktam az ételcsomagot. De ugye hova kell raktam az ételcsomagot, ahhoz, hogy az éruv érvényes legyen? A város határtól kevesebb, mint 2000 lépésre. Tehát én mondjuk tegyük fel, hogy kiraktam, a lehető messzebbre, lehető legmesszebbre raktam, mert ugye oda helyezem át a székelyemet, akkor onnan fog számítódni mostantól a 2000 lépés. Én a lehető legmesszebbre raktam, kihelyeztem 1999 lépésre. És történt egy kis malőr, és a csomag elgurult. És kigurult 2000 lépésen tovább. És akkor ugye már nem férek hozzá, mert én nem tudnék kimenni oda, hogy ott helyeződjön át a székhelyen, mert jelenleg csak 2000 lépésnyit tudnék elmenni. Vagy ráesett egy rakáskő, vagy elégett, vagy truma volt ez a ételcsomag, én egy kohanita vagyok, de a truma tisztátalan lett. Megint csak fizikailag hozzá tudok férni, de fizikailag lehet, hogy hozzáférek az ételhez, nem tudom megenni, mert én kohanita vagyok, és a tisztátalan trumát nem lehet megenni. Most mindezekben az esetekben mi beajdjajm, én a Jéruf. Ha mindez, amit beszélünk, amit említettünk, az még sötétedés előtt történt. Tehát sötétedés előtt gurult ki túl messzire. Sötétedés előtt zuhantak rá a kövek. Sötétedés előtt égett el. Sötétedés előtt vált tisztátalanná. Mindezekben az esetekben, amikor szürkület van, bejön a szombat, akkor az Jéruf nincs a helyén, és nem megfelelő, ezért nem érvényes az egész. Ha viszont már sötétedés után történt a dolog, sötétedés pillanatában még a helyén volt az éruv, még nem égett el, még nem vált tisztátlanná, még nem zuhantak rá a kövek, akkor az éruv érvényessége az aktivizálódott, aktiválva lett, abban a percben, hogy bejött a sávesz. Az, hogy utána rázuhantak a kövek, vagy mit elégett, az engem nem érdekel, mert abban a percben, amikor bejött a szombat, az éruv a helyén volt, ezért az éruv érvényes. Mishel haséha haréze éruv. Az igazán nagy kérdés az az, mi van akkor, hogyha nem tudom biztosan. Nem tudom biztosan, hogy mikor történt a baleset. Még a szombat bejövetele előtt, szürkület előtt, vagy sötétedés után, nem tudom pontosan, hogy mikor történt. Imszafek, akkor két vélemény van. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Imi Haréze, Hamor Gamor. Rabbi Meir és Rabbi Yehuda azt mondják, hogy ez egy probléma. Ez olyan, mint a, most figyeljünk, a szamár és teve vezető. Majd mindjárt érteni fogjuk, hogy ez mit jelent. Rabbi Yehuda, Rabbi Simon, Imrim, Rabbi Yehuda, Rabbi Simon azt mondják, Szafek Éruf Kasher, egy kételyes éruf. Azt lehet engedékenyen venni, és ezért az egész éruf kose. Amire mi Jöjszef Tumulus híd, mi Sumcha, Misos, Kényma, Szafék, éruf se kose, hogy Rabbi Yehuda tanította, hogy a Tulmus azt tanította, hogy öt bölcs vén nevében, hogy Szafék, éruf se kose, hogy egy olyan éruf van, amivel kapcsolatban vannak két tejeim, lehetek engedékeny, és megengedhetem, hogy az éruf kose legyen. Most mit jelent az, amit Rabbi Meir és Rabbi Yehuda mondtak, hogy hamor gamor, hogy olyan vagyok, mint a szamár és a teve vezető. A tevét úgy vezetik, hogy a teve előtt megy a tevehajcsár. A szamarat úgy vezetik, hogy a szamár mögött megy. Most képzeljük el, hogyha én a szamár mögött megyek, és a teve előtt megyek, akkor, és egyszerre vezetek egy szamarat és egy tevét, akkor mind a ketten húznak. A szamár húz előre, a teve húz hátra, se itt nem vagyok jó, se ott nem vagyok jó. És ezt hívjuk, hogy hamar gamor. Miközben ennek a mi esetünkhöz?
ha ki, ugye itt van egy helyzet, a székhelyem vagy itt van, ahol vagyok, vagy ott van, ahova kihelyeztem. Ugye? Az, hogy tudom a szombat határt arrébb tolni? Azáltal, hogy a szombati a szombat határt, az éruvamat kirakom, és ezzel kihelyezem a székhelyemet. Most, ha kihelyeztem a székhelyemet, akkor onnan számítódik egy rádiuszban 2000 lépéssel, onnan hagyhatom el. Ugye az én székhelyem, a jelenlegi tartózkodási helyem is még benne van ebben a 2000 lépésben, de mindenképpen onnan kell számolnom. Ami azt jelenti, hogy elmehetek odáig, és onnan még 2000 lépésre. Ha viszont itt van a székhelyem, ahol a tartózkodási helyem is van, mert nem lett érvényes a székhely kihelyezés, akkor én mehetek abba az irányba 2000 lépést, de mehetek ebbe az irányba is 2000 lépést. Viszont, ha létrejött a székhely áthelyezés, akkor ebbe az irányba már nem mehetek 2000 lépést, csak nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit akarok mondani, de mondjuk ezzel a ceruzával megpróbálom megmutatni. Tegyük fel, hogy itt vagyok. Innen mostan nem csak semmit, elmehetnék 2000 lépést idáig. Kihelyezem ide a székhelyemet, akkor ezzel, ennek okán most még innen is elmehetnék 2000 lépést. Ha a székhelyem itt van, akkor erre elmehetek 2000 lépést, és erre is elmehetek 2000 lépést. De innen már nem mehetek 2000 lépést, mert az innen számítva már 4000 lenne. Ugye? Ha viszont itt van a székhelyem, ahol a jelenlegi tartózkodási helyem is van, akkor idáig elmehetek 2000 lépést, idáig is elmehetek 2000 lépést, viszont innen nem mehetek tovább 2000 lépést. Akkor abban az esetben, amikor szafek, amikor egy kétel kérdéses, hogy akkor tulajdonképpen hol is van a székhelyem, az eredeti tartózkodási helyemen, vagy a kihelyezett virtuális székhelyemen, akkor ebben az esetben olyan, mintha elől húzna egy szamár, hátul húzna egy teve, tehát csak ebben a rádiuszban mozoghatok. Mert ez biztosan jó. Az rengeteg tartózkodási helyem és a kihelyezett, talán sikeresen kihelyezett székhelyem között, a kettő között mozoghatok. De ebbe az irányba nem mozoghatok, és ebbe az irányba sem mozoghatok, mert olyan vagyok, mint Hamor Gamol. Olyan vagyok, mint aki egy tele és egy szamár közé szorult. Oké. Okay. Eddig tartott a misna. A következő részben a Talmud el fogja kezdeni értelmezni a misnát. Nizgál gelchus tetchum. Ugye mi volt az első tézise a misnának, az első törvénye? Hogyha még a sötétedés előtt kihelyeztem a székhelyemet, 2000 lépés, majdnem 2000 lépés, 1999 lépésre, és kigurult, túlgurult az éruv csomag, és kigurult 2000 lépésen továbbra, akkor ebben az esetben nem jó az éruv, nem érvényes az éruv. De, amely rabbelő és sanövös néz gálgat huclárba, amész el székrába, amész nézni, éruva és lejárba, amész. Azt mondja, rabbe, ez csak abban az esetben igaz, hogyha az 1999 ámától lépéstől még 4 ámánál többel gurult tovább. Miért? Mert a székhelyemet az jellemzi, hogy van egy 4 ámás rádiusza. Ugye erről már tanultunk, hogy 4x4 ámás rádiusza a székhelyemnek létrejön a érvényes éruv által. Most ugye a probléma akkor, tehát hogyha én az 1999-es pont lépésre helyeztem el az éruvomat, akkor így is van 2003 lépésig kifelé nézve székhelyemnek létjogosultsága. Tehát a probléma csak akkor jön létre, amikor 2004 ámára gurul ki az éruvon. Oké. Okay. A következő törvény az volt, hogy nafál alav gál, hogyha még sötétedés előtt az éruv csomagomra rázuhant egy rakáskő, akkor azzal az éruvém érvénytelenné válik. Miért válik érvénytelenné? A szálka dájtok díj bacis, bajim, macis, akilé? Ugye azt gondolhatnánk, hogy miről egy milyen esetről szól ez a kőzuhanás, kőreesés,
Egy olyan esetről, amikor ha akarnám a köveket fölemeltném kézzel, eltakaríthatnám és megtalálhatnám alatta az éruvomat. Miért lenne ez tilos szombaton? Mert tilos a köveket mozgatni, mert a kövek mükcének számítanak. Ezek szerint a misnánk nem Rebi véleményét követi. Mert ha visszaemlékeztek, volt egy vita a Rebi és a bölcsek között, vagy Rebi és Rab Simon között, most elbizonyítottam, mindenesetre Rebi és a bölcsek között, egy Rebi azt mondta, hogy szürkületkor a rabinikus tilalmakat fel lehet oldani. Szürkületkor a rabinikus tilalmakat bizonyos körülmények között fel lehet oldani. Most a köveknek a mozgatása az a mukce miatt tilos, a mukce az egy rabinikus tilalom, tehát akkor azt fel lehetne oldani, akkor ebben az esetben csak akkor tudjuk azt mondani, hogy ez a misna koherens, hogyha nem Rebi véleményét követjük, a másik véleményt, a bölcsek véleményét, és a bölcsek véleménye az, hogy szürkületkor sem lehet feloldani a rabbinikus szabályokat. Azt mondja, a Talmud, a fílu témake Rebi, de baji marra, löjtszriha, de baji marra, vechacina. Azt mondja, a Talmud, de ez nem kell ezt az értelmezést így mondani. Miért? Mert mondhatom azt, hogy annyira esik rá a kő, olyan sok kő esik rá, hogy kézzel nem is tudnám arrébb mozgatni ezeket a köveket, hanem csak lapáttal és csákánnyal, és az viszont egy tórai tilalom lenne, és mivel tórai tilalom által tudnám csak arrébb mozgatni a köveket, és hozzáférnem az éruvomhoz, ezért az egész éruv az érvénytelen, mert ha nem tudok hozzáférni, akkor nem vagyok én is az éruvom egy helyen. Utsriha, de én is gál, de mi csúdele észre gábe, ával nafal alav gál, de isze gábe, én már lehave éruv, itt annan nafal alav gál, mi csúdele mi kászé. Ával is gál, de nizim, de azt is zikó, majtile, én már lehave éruv, tsriha. És akkor tulajdonképpen két esetről is beszél a misna. Az egyik eset az az, amikor azért nem tudok hozzáférni az éruvomhoz, mert az 2000 lépésnél tovább gurult, kigurult a 2000 lépéses, 2000 amás rádiuszból. A másik eset pedig az az volt, amikor rázuhantak a kövek. Miért kell mind a két esetet mondani? Mind a két eset ugyanarról szól, hogy nem férek hozzá az éruv csomagomhoz. Miért kell azt is mondani, hogy kigurult a 2000 lépésből, meg azt is, hogy rázuhantak a kövek? Azt mondja, a Talmud azért van szükség, mert ez a két eset eltér egymástól. Ha csak a kigurult a 2000 lépésből, a rádiuszból azt az esetet említené, akkor azt mondanánk, hogy na jó, hát akkor az azért nem jó, mert ez már tényleg nincs olyan helyen, ami mellettem, vagy az én területemen van. Viszont, hogyha rázolantak a kövek, hiába nem tudok hozzáférni, mégis az én területem van, azért az még jó. Ha pedig fordítva mondta volna misna, és csak azt mondta volna, hogy ha rázolantak a kövek, viszont akkor azt gondoltam, hogy na, csak azért nem jó, mert rázoltak a kövek, nem tudok hozzáférni. De ha kigurult 2000 lépésen tovább, esetleg majd jön egy szél, és visszafújja, akkor az mégiscsak úgy veszem, mintha hozzá lehetne férni. És ezért mondja mind a két esetet, hogy arra tanítson bennünket, hogy egyik eset sem tolerálható, mindegy, hogy a kövek zuhantak rá, mindegy, hogy kigurult a 2000 lépésen tovább, mind a két esetben az éruv érvénytelennek számít. Következő, amit a misna mondott, hogy nisraf truma, hogy nisraf truma ve nitmész. Ugye a következő eset az, hogy elégett az éruv csomag még a szombat bejövetel előtt. Vagy pedig, hogy truma volt, és kohanita vagyok, és tisztátalanná vált a truma. És ezért nem tudnám megenni. Megint csak az a kérdés, hogy miért van mind a kettőre szükség, lamali. Miért kell ugyan tulajdonképpen nagyon hasonló dolgot fejez ki mind a kettő. Az egyiknél fizikailag nem férek hozzá, mert elégett, a másik azért nem tudom megenni, a másiknál meg azért nem tudom megenni, mert ugyan fizikailag hozzáférek, de tisztátalan lehet, és ezért nem tudom megenni. Majdnem ugyanaz, miért kell mind a két esetet precedens említeni? Azt mondja, miért? Ugye azt, hogy hogy elégett, ezt miért mondja?
mert azt akarja ezzel mondani, hogy megmutassa, hogy Rabbi Yossi, aki ezt az esetet is abban az esetben, amikor, na, még egyszer, ugye mit mondta Misna? Ha biztos vagyok benne, hogy elégett, vagy biztos vagyok benne, hogy tisztátalan lett, még a szombat bejövetel előtt, akkor az éruv érvénytelen. Viszont, hogyha nem vagyok benne biztos, nem tudom, hogy a szombat bejövetele előtt, vagy a szombat bejövetele után égett el, vagy vált tisztátalanná, akkor két vélemény van. Az első vélemény szerint, Rabbi Meir szerint ez már nem jó éruv, és Rabbi Yossi szerint pedig jó éruv. És erről van szó. Azért mondta azt az esetet, hogy elégett, hogy ezzel mutassa, hogy Rabbi Yossi mennyire engedékeny. Hogy még abban az esetben is, amikor fizikailag már tényleg nincsen éruv, még nincsen meg az étel, még ebben az esetben is Rabbi Yossi azt mondja, hogy mivel nem tudom biztosan, hogy ez a szombat bejövetele előtt történt, tehát lehet, hogy csak szombat bejövetele után történt, és ezért az egész a dolog az érvényes, és ezért ő megengedi, és azt mondja, hogy az a éruvon továbbra is érvényes. Még ebben az szélsőséges esetben is, amikor az éruv elégett, és azért nincs mit megennem. A másik oldalról azért mondja azt az esetet, amikor truma volt, és tisztátalan lett, mert ezzel meg Rabbi Meirnek a szigorát akarta megmutatni. Azt kell megmutatni, hogy annak ellenére, hogy itt van, és látható, és megérinthető az az ételcsomag, annak ellenére, és csak az egyetlen probléma, hogy tisztátalan, ennek ellenére Rabbi Meir, ha nem tudom biztosan, hogy a tisztátalanná válás az a szombat bevetele után történt, megtiltja, és azt mondja, az éruv az érvénytelen éruv. Oké. Most rá fogunk térni egy kérdésre, ami egy visszatérő kérdés a Talmudban, és ezért érdemes lesz most itt az utolsó 10 percben még erre egy kicsit koncentrálni. Látom, hogy többen írjátok, hogy nem elég jó minőségű az adás. Ezt nagyon sajnálom, nem tudom, hogy tudnék rajta segíteni. Remélem, hogy most már esetleg megjavult. Miről van szó? Általában fölmerül a kérdés, hogy egy szafek az minek számít. Ha van egy kételj, valamiben nem vagyok biztos, akkor szigorúan kell eljárnom, vagy engedékenyen kell eljárnom. Úgy kell tekintenem, hogy a kételj az biztosan negatív szemmel, vagy pozitív szemmel kell néznem ezt a kételyt. Mi derül ki a mi misnánkból? Itt van egy vita, ami Meir és ami Yossi között. Ha az, nem tudom, hogy az éruvomnak volt-e ideje, elnézést kérek, nagyon sokan kerestek ma este, és ezek a hívások nagyon bezavarnak, de remélem, hogy most megint jó lesz. Tehát még egyszer. Ha nem vagyok benne biztos, hogy az éruvom éruv, hogy az éruvnak volt-e elég ideje érvényes éruvvá válni, akkor ez egy szafek, ez egy kétel. És mi a két vélemény, amit itt mondunk? A két vélemény úgy szól, hogy a Yossi szerint lehetek engedékeny egy szafeknél, de Meir szerint szigorúnak kell lennem a szafeknél. Ha kételj van, akkor Meir azt mondja, hogy szigorúan kell eljárnom. És ez itt a kérdés. Ezek szerint szafek, ezt héberül úgy mondjuk, hogy a talmudi nyelven szafek le hakel, vagy szafek le hachmir. Szafek le hakel, az azt jelenti, hogy egy szafek, egy kételj, az engedékenyen kell, hogy elbírálásra kerüljön, vagy lehachmir, szafek lehachmir, egy kételj, az szigorúan kell, hogy elbírálásra kerüljön. Most a mi misnánkban úgy tűnik, hogy Rabbi Meir azon az állásponton van, hogy szafek lehachmir. Ha nem vagyok benne biztos, hogy érvényessé tudott-e válni az éruvom a szombat bejövetelekor, akkor inkább menjek biztosra, és legyek szigorú. Szigorúan tekintsem az éruvot. Most a kérdés az az, hogy tényleg Rabbi Meir minden esetben így paszkenolt, így döntött? Szavára mérsze székele humra? Tényleg Rabbi Meir, ha egy szafék, egy kételjel találkozott,
akkor azt szigorúan bírálta el. Hat nán, talmesei arád, nitfél, szafek tavál, szafek lai tavál, filu tavál, szafek tavál, bár bajom szá, szafek lai tavál, bajom szá, vég hén is némik vajz, vágad is, bajom szá, vágad én el bajom szá, vég tavál, vágad szmémén, de ámrézem én tavál, szafek, szfék, hogy tamé. Következőt mondja a Misna, a Mikvaot traktátusban. Ha valaki elment a rituális fürdőbe, hogy megszabaduljon a tisztátalanságtól, megtisztuljon a fürdőbe, de nem emlékszik pontosan, hogy most alámerült-e a fürdőbe, vagy sem, kicsit szerint is. Vagy nem tudja, hogy az a fürdő, amiben alámerült, az egy kóser fürdő volt-e. Volt-e benne 40 szel víz, vagy sem. Vagy volt két mikve, az egyikben volt elég víz, a másikban nem volt elég víz, de nem emlékszik, hogy melyik vízben, melyik mikvében merült alá. Tehát valamilyen szafékje van, valamilyen kételje van. Szfékőtam, akkor ő tisztátalan. De nem olyan egyszerű ez. Attól függ, milyen esetről beszélünk. Bár medvan én a murim, betuma hamura. Ába betuma kála. Mikor igaz ez, hogy ha kételjem van, és nem tudom, hogy sikerült-e megtisztulnom, vagy sem, akkor tekintsem magamat továbbra is tisztátlannak. Tehát szigorúan járjak el a kételyes esetben, és csak akkor van, hogyha valamilyen szigorú tisztátalanságról van dolgom, szigorú tisztátalansággal van dolgom, tehát valamilyen tórai tisztátalansággal, viszont azok a tisztátalanságok, amiket csak a rabbik vezettek föl, amiket könnyebb tisztátalanságnak tekintünk, például, hogy ettem valamilyen tisztátalan ételt, vagy ittem valami tisztátalan italt, vagy magamra öntöttem vizet, ugye most ebben ezeknek a részletekben nem fogunk belemenni. Ezekben az esetekben Rabbi Yoisi Metame és Rabbi Meir Metaher, ezekben az esetekben Rabbi Yossi azt fogja mondani, hogy továbbra is a kételyt szigorúan kell elbírálnom, és tisztátalan vagyok. De Rabbi Meir, aki a mistának az az alapvéleménye, hiszen egy név nélküli mista az mindig Rabbi Meir, Stam Mista Rabbi Meir, akkor Rabbi Meir azt fogja mondani, hogy ezekben az esetekben nem kell tisztátalannak tekintenem magamat. Akkor ez mit jelent? Szeretném összefoglalni, és ezt írjuk fel magunknak, mert egy nagyon fontos alaptézis. Rabbi Meir szerint szafek de a rájsza le humra, szafek de le banan le haken. A kételj, ha egy olyan dologról szól, aminek a tétje egy tórai törvény megszegése, akkor le hachmir, le humra, akkor szigorúan kell eljárnom. Tehát akkor, akkor a biztosra kell mennem, és nem hagyatkozhatok arra, hogy hát lehet, hogy még sincsen itten szabályszegés. Ha viszont szafék de rabanon, ha egy rabinikus szabály az, ami tétem, ami kockán forog, a tét az egy rabinikus szabály megszegése, és van egy kételj, akkor lehet le, ha kell, akkor lehet könnyen, vagy engedékenyen eljárni. És azt mondja, jó, hát bízunk abban, hogy itt nincsen szabályszegés. Most, ha ez tényleg így van, akkor itt van egy probléma, mert alapból a Tchum Shabbos, a szombat határ, az egy rabbinikus törvény. És mi itt mégis azt látjuk, hogy Rabbi Meir szigorúan jár el. Akkor az hogyan egyezik azzal, amit ő mondott, hogy egy rabbinikus törvénynél egy szafék esetén, egy kételj esetén engedékenyen lehet eljárni. A mi esetünkben miről van szó? Nem tudom, hogy érvényessé vált-e a éru vagy sem, a szombat határt kitoló éru vagy sem. Járjak el szigorúan, mondja Rabbi Meir. De hát Rabbi Meir azt mondta, hogy a rabbinikus dolgokban egy kételj esetén engedékenyen lehet eljárni. Itt mond erre a Talmud, hogy szavar Rabbi Meir, humind a rájszan inhu. Nagyon meglepő állítást tesz a Talmud. Azt mondja, Rabbi Meir szerint a Tchum Shabbos, a szombat határ, az nem egy rabbinikus, hanem egy tórai törvény. Erről már többször beszéltünk, ez egy alapkérdés, hogy a nem világos, hogy a Tchum Shabbos, a szombati határ, és hogy nem szabad, hogy hagyhatom el a szombat határt, az egy rabbinikus, vagy egy tórai törvény. Ugye azt mondtátok, hogy hát nézzük meg, benne van-e a tórában. Ugye csak nyilvánvalóan ez nem ilyen egyszerű. A tórában vannak mindenféle megfogalmazások, például van egy olyan megfogalmazás, az ember ne hagyja el a helyét, de ez nem egyértelmű, hogy ez mire vonatkozik.
És van egy véleményem, azt mondja, hogy ez egy tórai szabály, hogy az ember ne hagyja el a szombat határt. Rabbi Akiva is ezt mondja. De azért az általános vélemény az az, hogy a tchumsáv, ez a szombat határ törvénye, az egy rabinikus törvény. Most Rabbi Meir ezt a külön véleményt fogja követni, és azt fogja mondani, hogy ez nem egy rabinikus, hanem egy tórai szabály. És ezért mondja azt, hogy szafek éruv le humra, hogyha ez éruvnál van egy kétely, akkor szigorúan járok el, mert szerinte ez egy tórai törvény, és a tórai törvények kételjénél szigorúan kell eljárnom. Azt mondja, a Talmud ezt nem hagyja ennyiben. Tényleg, Rabbi Meir azt mondta, azon az állásponton van, hogy az éruv tchumin, a szombat határ, az egy tórai törvény. Szava Rabbi Meir tchumin dörájszeve hatnán, im én jachén lehav lioi. Bezói, amárem, de isztai, berebe jánáim, és amire mér, sem máti, sem mekádrin behajó. Iszálk a dájtot, komodor rájsz, ami mekádrin, van merem náh, van merem bárem hua, én mekádrin, hogy bárem mikla, de meg, lófra, minél sem is öltöjre. Hú, kicsit komplikált bizonyítás fog következni. Ja, a kérdés az, hogy amikor lemérjük a 2000 lépést, a szombat határra. Ugye, akkor hogy kell azt lemérni? Ez lesz egy külön fejezet lesz. De képzeljük el, hogy van egy város, ami így néz ki. Nem mutatok egy rajzot. Képzeljük el, hogy ez a csúnya alaprajz, ez egy kis település. Akkor hogyan kell néznem a 2000 lépést? Nézhetem innen. Más lesz a 2000 lépés, mint innen. Akkor hogy kell ezt csinálni? Akkor minden rezgülést, minden millimétertől újra kell számolnom a 2000 lépést. Ugye, az én kis házikom, az mondjuk itt van, de ez nem érdekes, mert a város hatáltól számítom. Akkor azt mondja a Talmud, ilyenkor egy 50 amma hosszú, egy 25 méter hosszú kötéllel kell lehasítani ezeket a hasításokat. Tehát például, ha itt állok, és innentől idáig csak 50 amma van, akkor ezt az egészet itt lehasítom, és innen számítom a 2000 lépést. És így körbe tulajdonképpen lehasítom a dolgokat, és akkor egy sokkal kevésbé zigzagos határvonal fog kijönni. Most, ja, ez a szabály. Ez a szabály, miről beszélünk. Oké. Okay. Nánim, én jachai lávíroj. Mi van akkor viszont, hogyha nem tudom egy 50 ámás kötéllel kiegyenisíteni a zigzagosságot. Ugye, most a mi esetünkben például arról beszélünk, mert itt ez most csak felülnézetből néztük, de ugyanez igaz magasságban is. Tehát mondjuk van egy hegy, ha azt a hegyet ki tudom kerülni egy egyenes vonallal, egy 50 ámás kötéllel, tehát mellette el tudom húzni az 50 ámás kötelet, akkor nem veszem figyelembe a hegynek a kerületét, ami megváltoztatná, hogy honnan veszem a 2000 lépést, hanem azt az egyenes vonalat számítom. Viszont, hogyha ha nagyobb ez a hegy, mint hogy ebbe az 50 ámás kötélbe beleférjek, akkor mit lehet csinálni? Ha itt van egy hegyoldal, akkor ilyen lépcsőket lehet csinálni. Hogy lehet csinálni a lépcsőket? Hogy milyen mutatom a rajzot? Kicsit kezdetleges rajz. Ha itt ez a hegy, akkor mindig úgy veszem, mint hogyha itt a mellkasomtól a következő ember lábáig húznám a kötelet, és ugyanígy itt is fölfelé. És így ezeket a vízszinteseket adom össze, és ettől számítom a 2000 lépést. Most ugye
mindez, amiről beszélünk, ez a Tchum Shabbos, a szombat határ törvényénél van. De viszont vannak más olyan esetek is, amikor egy várost ki kell mérni. Ugye két tórai törvény van, ahol egy várost ki kell mérni. Ez az Oré Miklat, a menedékvárosok. Ugye a menedékváros törvénye arról szól, hogy valaki önszántán kívül meggyilkolt valakit, balesetben mondjuk, akkor ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy a vérbosszú elől biztonságban legyen, akkor volt 6 menedékváros, 3 a Jordán keleti partján, 3 a Jordán nyugati partján, és oda menekülhetett, és ott biztonságban volt a vérbosszú elől. Ugye hogyan kellett kimérni a menedékvárosokat, azokat viszont milliméterre kellett kimérni, és nincsen ez a lekerekítési lehasítási lehetőség, mint ami a Tchum Shavesnél, a szombat határnál van. Ugyanígy az Egla Rufa, ha találnak egy halottat, egy holttestet két város között, melyik városnak a felelőssége ez a halott, akkor azt is kimérik, hogy melyik várostól, melyik városhoz van legközelebb, és ott sincsen a lehasításnak ilyen lehetősége. Most akkor mit látok, hogy a tórai szabályoknál, vagy a tórai ilyen városkiméréseknél nincsen a lehasításnak lehetősége. És Rabbi Meir mégis azt mondta, hogy a Tchum Shabbosnél lehet lehasítani. Akkor ezek szerint Rabbi Meir nem gondolja azt, hogy a Tchum Shabbos az egy tórai törvény lenne. Azt mondja, a Talmud, Kásse, Hadi, Dei, Hadi, Rabbi, Dike, Námi, Dek, Tánim, Zé, Amedem, Sztajban, Rabbi, Janem, és Amedem, Mérs, Amátos, Kládi, Barus, Májmi, Na. Azt mondja, a Talmud, jogos a kérdés, és valójában arról van szó, hogy Rabbi Meir saját véleménye az, hogy a szombat határnál sincsen lehetőség a lehasításra, mert ez egy tórai törvény szerinte, és amikor azt mondta, hogy azt hallottam, hogy ennél a hegy példánál, amit az előbb mondtuk, le lehet hasítani, ezt nem a saját nevében mondta, hanem a mestereinek a nevében. Előfordul egy bölcs mond valamit, és ő ezt nem a saját nevében mondja, hanem csak elismétli, amit a mestereitől hallott, annak kell, hogy ő nincs ezen az állásponton. Itt is erről van szó. De mi mér álláspontja az, hogy a Érus Sávesz, a Tchum Shabbos az egy tórai törvény, amit mondott, hogy le lehet hasítani a Tchum Shabbost, azt nem a saját nevében mondta, hanem a mesterének a nevében. Uram, ide a rájszed, de rájszed, de mér, de nán, be naga beechod be lájlevén, de dáim chái mész, ule marcha hiskimöcei mész, de mér, me tájim chachomim, me tájim, és akkor a tumézke sászmöcei az. Oké. Okay. Viszont még mindig van egy problémánk. És az a probléma az az, hogy úgy tűnik egy másik helyen, hogy de miért azon az állásponton van, hogy még akkor is, hogyha valami tórai kételj, akkor is lehetek engedékeny, és nem kell szigorúnak lenni. Meddig azt mondtuk, hogy biztos az, hogy akkor tórai kételj van, akkor a szigorú eljárás kell követnem. Ha rabinikus kételj van, akkor lehetek engedékeny. A kérdés csak az volt, hogy a Tchum Shabbos Rabbi Meir szerint hova tartozik. A Tchum Shabbos, a szombat határ törvénye, az egy tórai törvény, vagy egy rabbinikus törvény. Most viszont azt fogjuk mondani, hogy hiába mondtuk azt eddig, hogy Rabbi Meir szerint akkor feltehetően a Tchum Shabbos, a szombat határ törvénye, az egy tórai törvény, mert egy bizonyos helyen azt látjuk, hogy Rabbi Meir az az állásponton van, hogy egy tórai törvény kételje esetén is lehet engedékenyen eljárni. Miről van szó? Fekszünk egy sátorban. És hozzáértem valakihez. Másnap reggel fölébrednek, és azt látom, az illető halott. Elég morbid történt, eszembe jutott, nem tudom miért, de ezek a visszaemlékezések, borzasztó visszaemlékezések a haláltáborokból, hogy amiket mondanak, hogy amikor már nagyon a vége felé volt, és már félhalott volt mindenki, és gyakran előfordult, hogy valaki egy ilyen fa izén aludtak, és akkor valaki másnap reggel fölkelt, és látta, az illető mellette halott. Ezek a borzasztó visszaemlékezések. Na, itt is erről van szó, hogy fölébred reggel, és látja, hogy a mellette fekvő ember halott. Én tisztátalannál váltam, vagy sem? Ugye hozzáértem, de nem tudom, hogy azelőtt értem-e hozzá, hogy meghalt, vagy azután. Rabbi Meir metáje. Rabbi Meir szerint tiszta. Chachomi metámi. A bölcsek szerint viszont tisztátalan. Kolat tmuha és sászmeci asszon. Mert ők azon az állásponton vannak, hogy egy tisztátalanság kapcsán mindig azt szerint kell ítélkezem, amilyen most az állapot. Szóval mit látunk?
hogy a halotti tisztátalanság egy tórai törvény, és mégis a szafekját, a kételyét a halotti tisztátalanságnak Rabbi Meir engedékenyen ítéli. És azt mondja, hogy ha nem vagyok benne biztos, hogy azután érintettem meg, hogy meghalt, akkor tekintetem úgy, hogy feltételezem, hogy az előtt érintettem meg, és ezért tiszta vagyok. Amerebi Jirmia, Misna Szénusa haja, Lea Serec, Kol Bénes Moses. Rabbi Jirmia egy egészen szélsőséges választ próbál erre adni. Azt mondja, tudjátok mit? Igen, igazatok van. Rabbi Meir valóban egy normál szafék esetén, kételj esetén, még akkor is az engedékeny eljárást követi, hogyha tórai törvényről van szó. Miért mondja azt a mi esetünkben, ahogy mégiscsak szigorúan kell eljárnunk, amikor nem tudom, hogy az éruv az szombat, mondjuk truma volt, és hogy szombat bejövetele előtt vált-e tisztátalanná, vagy azután, és így volt-e ideje érvényessé lenni, vagy sem. Mert egy olyan esetről beszélünk, hogy mindvégig rajta volt egy csúszómászó, egy tisztátalan dolog az éruvon. Azt mondja a Talmud, ihachi. És ezért nem vált érvényessé az éruv. Szerintem, ihachiba hallam, lémarabi észre, szafek éruv kase. Akkor miért mondaná erre a másik fejlemény, rabi észre, hogy ez megfelelő? Ugye? Vita volt, rabi. Miért azt mondta, hogy nem megfelelő? Rabi észre azt mondta, hogy megfelelő. Rabbele észre, amit a vájok, és te ki te idim, az kinnan, áhász, hogy mehez, mert egyébként itt ma, áhász, nem remis a kaska. Oké. Miről van itt szó? Azt mondja, a Talmud, ez egy különleges eset. Nem az a szafek, hogy mikor vált tisztátalannál, hanem kétféle történetet hallottam. Ugye gyakran előfordul, hogy valamiben kételkedem, mert nem tudom, nincsen biztos tudásom róla. Tisztátalannál vált a éruv, vagy elégett, de nincs biztos tudásom róla, hogy mikor égett el. A szombat bejövetele előtt, vagy a szombat bejövetele után. Ez egyféle szafek, ez egyféle kételj. Egy másikféle kételj. Amikor két történetet ismerek, jön két tanú, és ők azt mondják, figyeljetek, mi láttuk, hogy ez Sábesz bejövetele előtt elégett. Jön két másik tanú, és azt mondja, mi láttuk, hogy szombat bejövetele után égette. Akkor ez nem egy ugyanolyan, kétségesebb helyzet, egy sokkal nehezebb helyzet, mert abban a helyzetben, amikor nem tudom, hogy mikor égett el, az alapállás az az, hogy ez nem volt egy eléget, hogy ez egy rendben lévő truma, rendben lévő éruv volt. Elégett, nem tudom, mikor égett el, de az alapállás, a kiinduló pont az, hogy az éruvam rendben volt. Ha viszont arra van szó, hogy kétféle történet van, amit két-két tanú bizonyít, akkor van az egyik történet szerint biztosan nem volt jó az éruv. Úgyhogy ezért mondja azt, hogy miért, hogy ebben az esetben nem jó az éruv. Oké, erre még vissza fogunk térni a holnapi tanulásban, mert egy kis további magyarázatot ez még igényel, de már túltettünk az egy órás keretünkön, úgyhogy nem azt szeretném ezzel tovább húzni az időt, és közben befejeztük a 35-ös lapot. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, elnézést a ma esti technikai zavarokért. Holnap reggel 7:30-kor találkozunk. Addig is mindenkinek jó estét, jó éjszakát, szép álmokat, és a holnap reggeli viszontlátásig.